A koronavírus fertőzés után még ha enyhe tünetekkel is rendelkezünk, rendkívül fontos a szakember szerint, hogy a testünknek hagyjunk időt a megfelelő regenerálódásra. A koronavírus fertőzés az nagyon sokféleképpen tud lezajlani, attól függően ugye, hogy az egyénnek milyen alapbetegségei vannak, milyen dózisban kapja meg a vírust, illetve hogy milyen úton, hogy mennyire erős az immunrendszere, milyen alapbetegségei vannak. Tehát az esetek többségében egy enyhe vagy középsúlyos fertőzés formájában ilyen általános légúti tünetekkel, lázzal, nagyfokú gyengeséggel átmegy a fertőzés, de azzal azért tisztában kell lenni, hogy azért ez egy egyszerű általános vírusos fertőzéstől jóval több is lehet, mert a szervezetnek a nagy részét érinti, és akár az érrendszeren, keringési rendszeren belül is gyulladásos problémákat tud kiváltani, amellett ugye, hogy időnként nagyon-nagyon súlyos légúti tüneteket is okozhat, kétoldali többgócú tüdőgyulladást, ami általában már azért kórházi kezelés is kombinált terápiát igényel. A szakember szerint az egészséges életmódhoz, illetve az immunrendszerünk megfelelő működéséhez nyilvánvalóan hozzátartozik a rendszeres testmozgás. Amikor azonban a szervezetben lezajlik egy ilyen akut fertőzés, a sportolás és a nehéz fizikai munka ellenjavalt. Enyhe tünetek esetén 2-3 hétig kerülendő, súlyos tünetek esetén akár 4-6 hétig is. A szabályok betartásával elkerülhetjük a szövődmények kialakulását. Nem csak fizikálisan szükséges a pihenés, de ilyenkor fel kell hagyni a dohányzással, az alkoholfogyasztással és az étvágytalanság ellenére, amely sok esetben a szaglás és az ízérzékelés elvesztésével is együtt jár, helyesen kell táplálkozni. Kevés, jó minőségű, könnyen emészhető vitamindús ételeket fogyasztunk, illetve figyeljünk oda arra, hogy a megfelelő vitamin és ásványi anyag mennyiséget bevigyük. Nem kell egyébként ilyen őrült, ilyen multivitamin kúrákat meg ilyeneket tartani, tehát nem erről van szó, de a leginkább a C és a D-vitamin pótlásra azért nagyon-nagyon oda kell figyelni. Ugye ebben az időszakban már a magyar lakosságnak a 80-90%-a legalább enyhe fokú D-vitamin hiányban szenved, ezért a megfelelő D-vitamin pótlás az feltétlenül szükséges. Felnőtt embereknél rövid időn keresztül akár napi 9-10 ezer nemzetközi egység D-vitamin napi bevitele is javasolt, de ez tényleg csak a fertőzés időtartamára. Erre egyébként vannak jó minőségű orvosi tanulmányok, amik azt mutatják, hogy elősegíti a gyógyulást, illetve csökkenti a szövődmények kialakulásának a kockázatát. Nem azért, mert a D-vitaminnak bármiféle vírusellenes hatása van, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ha a szervezetünkben a D-vitamin hiány megszüntetjük, akkor az immunrendszerünk sokkal hatékonyabban tudja felvenni a harcot a fertőzéssel szemben. Ha valaki elkapja a vírust, általában 5-6 hónapos védettséget kap. A szakirodalom azonban rögzíti, hogy volt olyan személy, aki 3 alkalommal is átesett már a fertőzésen. Ebből kifolyólag a védőoltás biztonságos alkalmazásáig mindenképpen be kell tartani a higiénés szabályokat, a kézfertőtlenítését, a maszk viselését és a karanténra vonatkozó előírásokat.